Megjelent a magyar közlönyben a Tokaj Zemplén térség fejlesztési programot támogató kormányhatározat. Ennek értelmében a kormány 149,5 milliárd forintot biztosít a programban foglaltak megvalósítására. Váberer György, a Tokaj Zemplén térség fejlesztésért felelős kormánybiztossal a szerencset az elkövetkezendő 4 esztendőben érintő fejlesztésekről kérdeztük. Szerencs, úgy gondolom, hogy Tokajnak a kapuja azért, tehát onnan kezdődik, és ugye hozzá is tartozik, mert maga az egy kedvező, hogy ettől a programtól függetlenül is, szerintem a legnagyobb nyertese azt gondolom a következő éveknek, mert ez a négysávos autóút, ez el fogja érni Szerencset. Tehát Szerencs gyakorlatilag Budapest vonzás köréhez is sokkal közelebb kerül, meg egy biztonságos közlekedése lesz. Ugye Szerencsen is van egy nagyon szép vár, tehát a várnak a fejlesztését szeretnénk olyan áttenni, hogy még vonzóbb legyen. Ezen kívül a fejlesztési költségekben benne van az ipari parknak a fejlesztése. Tehát, hogy jól tudom, most is az egyik társaság az egy kőzet, gyapot, vagyis ilyen szigetelőanyaggyárat építenek. Tehát azt gondolom, hogy így, és ennek az ipari park fejlesztése van még benne. Tehát azt gondolom, hogy a munkaerő szempontjából, az iparosodás szempontjából is Szerencs, annak ugye szintén még régen a cukorgyár, nem tudom, 1000 embert foglalkoztatott a környéken. Tehát sokkal vonzóbbá fog kerülni, hogy infrastruktúrálisan ilyen fejlesztések lesznek. Tavaly miután megválasztották Váberer Györgyöt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésért felelős kormánybiztosává, akkor találkozott Nyíri Tibor polgármesterrel is, akivel átbeszélték azokat a lehetőségeket a városban, amelyet fejleszteni szeretnének. A város polgármestere hangsúlyozta, hogy szeretnék fejleszteni és európai szintűvé varázsolni a 37-es számú főút mentén eddig elhanyagolt ipari parkot. A felújítással szeretnék vonzóvá tenni a területet a térségben letelepedni kívánó vállalkozóknak. Ha valaki átjön a vasúti sorompón, a Szerencs-Már közötti vasútvonal sorompóján és balra kint az ipari park felé, akkor nem egy épületes látvány van, mert egy torzó van, ahol a földet összehorták, nyakig érő gaz van, és én azt kértem, hogy a turizmus érdekében is ezt szüntessük meg. Ezt meg csak úgy tudom én, Szerencsváros polgármester a kollégáimmal megoldani, ha azt a földterületet mi birtokoljuk. Erre kértem én pénzt, és erre kaptam ígéretet, és ha jól tudom, ez a fejlesztési, illetve biztosan tudom, hogy ez a fejlesztésbe bekerült, erre való vásárlásra kapunk majd egy bizonyos összeget, hogy azokat a földterületeket Szerencs használja, még egyszer mondom, olyan ipari létesítményeknek a létrehozására, ami mind emissziójában, tehát kibocsátásában, mind küllemében illeszkedik egy borvidéknek a kapujához, amin bejönnek az emberek és kimennek az emberek. A kormánybiztossal folytatott egyeztetésen a polgármester jelezte Váberer Györgynek azt, hogy szeretnék tovább fejleszteni a világörökségi kapuzat és turisztikai fogadóépület mellett kialakított megállóhelyet is, azért, hogy a térségbe érkezőket egy rendezett városkép fogadja. Legyen egy kiegészítő olyan hely, amit érdemes este megnézni. Na, úgy így került a világörökségi kapuzatnál kialakítása a Guinness rekordot is jelentő produkció, amelyet tovább szeretnénk fejleszteni. Azt mondták erre, mert a titkár úrral együtt voltak, hogy hát Szerencs turisztikai pályázatot nyert 2 is, ezt talán abból kellene megoldani, tehát ott nem remélem, hogy lenne támogatás. Az infrastruktúra fejlesztése mellett egy nagyobb keretösszeg áll majd az érintett önkormányzatok rendelkezésére, szálláshely fejlesztésre, hiszen a térségbe érkező turistáknak szükségük van egy kellemes helyre, ahol megpihenhetnek. Támogassák a szállásnak a kialakítását, illetve fejlesztését a várban. Nagy valószínűséggel a hírek szerint ez is menni fog. Az igényesebb esetleg szeretnénk, ha ennek a hotelnek, ami a hátam mögött van, csillagjai is lennének, tehát egy minősített hotel lenne, amihez természetesen szolgáltatások kellenek. Én, amit konkrétan kértem, újabb szálláshelyek kialakítása. Meg is vannak néhány évvel ezelőtt elkészített terveink, de konkrétan a napokban fogok egyeztetni, hogy akkor beadva még egyszer ezeket a célokat, én úgy tudom, hogy egy egyszerűsített eljárással lesz ez jóváhagyva,
ezekre kértem, és ezekre kaptam is biztatást. A kormány határozatban szerepel valamivel több mint 13 milliárd forintos forrás kerékpárút fejlesztése is. Úgy tudjuk, hogy ebből egy körpanoráma kerékpárút is épül a Zempléni hegységben, valamint a Trianon által megszakított összeköttetést Kassa és Tokaj közötti biciklis összeköttetést is megvalósítják. Ebbe a kerékpáros hálózat vérkeringésébe szeretne a város is majd bekapcsolódni.